Immáron a 14. alkalommal fogjuk elővenni, srácok, a Witcher 3-at, mióta kijött a Next Gen update, és ez továbbra sem egy családbarát játék, amit úgy tudnék streamelni. Úgy az igazi, hogyha nem cenzúrázom a dolgokat, arra kellett rájönnöm, és igen, a modokat is használok. És igen, meg tudjátok nézni a táblázat alapján, hogy pontosan milyen questet csináltam meg. Ez a vodok alatti leírásban ott van, illetve mindjárt be fogom nektek linkelni a chatre. A modokat, amiket használok, azokat itt meg tudjátok nézni, de erre majd ezt a listát szintén be fogom majd rakni a vodaná, illetve lesz majd rá parancs Twitchen, és akkor egyszerűbb lesz mindenkinek tájékozódni, hogy most akkor mi van, hogy van, merre, hány méter. Amit most felvettem, letöltöttem, az a No Pop-up for Read Books. Ez azt csinálja, hogy a könyveket, amiket én már elolvastam korábban, azoknál nem fogja feldobni az értesítést bal alul, hogy olvasd el, hogyha már amúgy van belőle 4, vagy már egyszer megvan, nem fogja feldobni, hogy elolvastam, hanem csak szimplán kírja, hogy felvettem. Ennyi. Ez egy ilyen quality of life mod, én úgy gondolom. Az én helyzetemet megkönnyíti, mert nem kell keresgélnem, hogy akkor most már olvastam-e azt a könyvet, vagy sem, hanem a mod megoldja helyettem. Úgyhogy nekem ez tetszett, úgyhogy gyorsan fel is raktam. Lehet, hogy még lesz amúgy a közeljövőben valamilyen quality of life-os mod, ami még így megkönnyíti a helyzetemet. Nem tudni, hogy mikor bővül az általam használt modok tárháza. Remélem, hogy működni fog. Mert ezt még nem sikerült kipróbálnom. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Corinne Tilly, an Oneiromancer and an expert at finding the lost and the missing. Ott van Shari. Guided by Corinne Tilly, mivel Shari-t elkergettük egyébként, így kimaradok egy questben. De ezt felírtam magamnak. To find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Ennek tudatában leszek. Igazából mivel láttam, hogy milyen, hogyha Shari-t nem küldjük el, ezért az előző végigjátszásunkban azt csináltuk meg, ezért ez a dolog nem bánt. Hú, de furán fogja azt a legyezőt, Priscilla. Geralt! Dandelion? Hogy ismerkedtél meg vele? Tell me, you and Dandelion, how do you meet? At a poetry tour in egy dalversenyen. Naturally, I'd already heard much about. Priscilla dala volt egyébként az előző stream végén, nagyon-nagyon jó volt. Just at first. Well, only cows don't change their minds. I changed mine when he came to congratulate me. Never expected he could lose so graciously. Dandelion can be irritating, I shan't deny it. Tisztességes és nemes lelkű Dandelion. Well, I very much doubt I could bear to have him around were it not so. I see. I get it. Take care now. Na, az a helyzet, megnéztem, hogy a mostani questünk a kölyök nyomában az olyan quest, ami már így lezárna más questeket, hogy azokat így már nem tudnám megcsinálni, úgyhogy most tényleg mellé questelni fogunk. Ki se írta, srácok, a baladák és himnuszokat. Oda kellett volna kiírni a bal oldalt, hogy Adalbert testvér bestiáriuma. Ott írta, hogy kapottam úgy. Akkor ezeket olvastuk bizony. Nice, működik a modell, se hiszem, nagyszerű.
Legdrágább Dandelionom, amióta elárultad azt a tervet, hogy kirabolod a bűnbandát, semmi más nem jár a fejemben. Többször is szerettem volna beszélni veled erről, hogy kiverjem ezt az őrült ötletet a fejedből, de sose találok a rozmaring és kakukkfűben, amikor felkeresem. Remélem, hogy a kisebbik rossz az igazság és buzgón készülő szarablása, nem pedig engem kerülsz. Azt hiszem, azt akarom hinni, hogy az egész, hogy ez az egész ügy többről szól, mint pusztán az aranyról, és valamiféle a középkorúakat hajtó kalandvágyról, de bárhogy is, nagyon szeretném, ha felhagynál vele. Biztosan találsz más módot is arra, hogy megold régi barátod gondjait. Mindketten ismerünk pár embert Novigradban, akik közül sokan tartoznak nekünk szívességgel. Talán itt az ideje, hogy törlesszenek? Gondold át a dolgot, mielőtt még mélyen belekeveredsz. A CDPR-nek ezt lefejleszteni túl nagy munka lett volna? Szerintem, egy csomó dolog az úgy jön elő, hogy kipattan a játékosok fejéből, hogy de király lenne, hogyha... És a legegyszerűbb, hogyha egy modot csinálnak. Ami persze bekerülhet a sima játékba is. Nem lehet mindenre gondolni. Yes? Kurt. Na várjál, mindjárt rákérdezek Kurtra, csak kicsit bénának látom a textúráját. Ez amúgy azért van, mert a modjaim miatt van. Na. Yes? Mit kell tudunk Kurt Dysart-ról? Count Kurt Dysart. Are you here regarding the compact? A megbízás miatt jött? Wanted to hire a witcher, didn't you? I did, but not just any vagabond. One hears all manner of stories about the lunatics of the school of the camp. Macska iskolájából való bolondok. Which do you belong to? A Griff iskolája. A farkas iskolája. Semmi között hozzám. School of the Wolf. Ah, yes. A good one. Barnabás. I'm the witcher of this school. Barnabas? No. So his name did begin with a B. Never mind. To the matter at hand. Nem tudom, mi ez a felhívás amúgy. Szerzett egy birtokot Novigradról keletre. I got it on the cheap, you see. Olcsón kapta. The sound is very keen to be rid of it. Now I... The building is set to be haunted. Állítólag kísértet jártam. I do not believe in ghosts. It is that simple. But my men say the house. Ház reszket, a fal recseg és a paddó mozog. De nem hiszett a függetlenül a szellemekben. Is there anything to be done? A remedy for this? Beszéljünk a jutalmamról. Let's talk about my reward first. I beg your pardon? Asking for coin already? But you've not done the job. Need to make sure it's worth my time. Just look at that. Arrives in Novigrad and he's off his head in minutes. Very well. How much do you believe this should cost me? 300-at elkérünk. Yes, agreed. Én elintézem. Fine. I'm willing to investigate. How do I get there? An orchard adjoins the property. Birtokhoz egy gyümölcsös is tartozik. Should recognize easily. Cracks cover its walls. Here's the key. And good luck. A becsapott ajtó. 24-es quest. Hát ez skip, srácok. Eszkip. Szevasz, Gyuri, szevasztok, srácok. Na. Szóval, mellékküldetések. Olyanokat akarunk csinálni.
azt mondja, hogy a Víg özvegy, erdei Jenny. Visszamegyünk egy kicsit Velembe. Van ott egy csomó mindent, amit így csinálhatnánk. Ja. Szerintem ezek a dolgok, amiket így használok, ezek olyan modok, amik így quality of life modok, én úgy gondolom. Mint például az is, hogy nyomok egy Witcher Sense-t, azt mutatja, hogy mi merre van. Ez mondjuk lehet, hogy egy kicsit túlzás. Illetve a kamera, amikor több mint egy enemy van, akkor ugye változik. Ezek szerintem idővel be fognak kerülni majd a játékba. De ez az olvasott könyv, ez szinte biztos. Ez szinte biztos. Ja. Bujkáló tolvajolyat is lehetne csinálnunk, de visszamegyünk Velembe. Mondjuk az erdei Jenny. Van például olyan mód is, ahol a meditálás az így real-time történik, amit úgy real-time, hogy látod Geraltot, miközben meditál, és nem csak így a menübe vagy. Ma például olyan modot néztem, amivel rendesen a bal analóggal a kantárt irányíthatod. És például nem úgy van megcsinálva a lovaglás, hogy folyamatosan nyomva kell tartanod egy gombot, mint most. Lassan kell egy szana szétmódolat végigjátszás. Hát az a kantár módosítás az már olyan, hogy az már... Azt már tényleg nem mondom ilyen rendes Witcher élménynek. Azt már nem mondom ilyen rendes Witcher élménynek. Hát nyilván nem úgy jó lett volna úgy végigjátszani a játékot, hogy modok nélkül. De megízleltem a modok ízét, és nem tudom azt mondani, hogy... Nem tudom azt mondani, hogy nem. Bezzek a konzolon kezdem, akkor minden más lenne. Ajaj, hát itt van egy quest konkrétan. Ez olyan quest volt, ami amúgy misszelhető. Szerintem. Asszus. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Corrine Tilly, an Oneromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Corrine Tilly, the először a Quality of Life modok, majd Yennefer anime varázsló lányruhában. Geralt now knew that to find Ciri, most kihagytunk egy küldetést amúgy, az történt. Ezek az ilyen proximity questek, ezeket nagyon könnyű kiadni. Főleg úgy, hogy beszélgettek veletek, így megyek az utcán. Ja, hát itt most meg konkrét... Tünde szuka. Ja, hát ez konkrétan így most ki is lett hagyva. Na nézzük. Oké. Okay. Nem is tudom, hogy ez most, akkor most ez bekerült a félelt questekhez? Nem. Szerencsére nem került be. De attól még ezt újra kezdjük. Az a durva, hogy ez nincs most elmentve, tehát hogy akkor előről. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Corrine Tilly, an Oneromancer, and an expert at 100%-ra törekvős végigjátszás, egy ilyen proximity questet nem hagyhatunk ki. And I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Na, nézzük. Uh,
igen. És ott találjuk ki a helyet újra. Ugye ezt olvastuk. Remélem, hogy ezt most olvasottnak lesz így. Ja. Most nem beszélünk amúgy a csávóval, mert... Szihetetlen! És kaptunk egy küldetést, a Vivo leckét. Ez a játék így... Hát így... Lépsz kettőt, és így az arcodba így dobálja bele a questeket. Questek, nincs megállás, nincs pihenés, csak a questek. Hihetetlen. Ez hihetetlen, srácok. Mármint a jó értelemben. Hihetetlen. Let's go! Na, meditáljunk egy kicsit. Ja, lovon ülünk. Na, nézzük. Abban a kabátban biztos izzadsz, mint egy ló. Na, tehát nyomunk egy F5-öt. Jó. Na, és itt lesz a Proximity Quest. Gyertek, most! Minek járod az utcánkat te, hogy tisztességes emberekbe tisztességtelen gondolatokat ültes? Én a kurthoz kell menjek. Nem látod a fülét? Nőstény tünde! Csak vízért megyek. És hová teszed? Hol a korsót? Hol a vödröd? El kell mondanod az igazan. Why don't you just tell the truth? What do you mean why? She's a non-human. Lions in their blood. Don't let that fair face beguile you, Witcher. Pretty as a picture on the outside. Kívülről szépek, mint egy festmény, ezek a nőstény tűnnek, de belül gonosz mocskok. Hagyd békén. Leave her be. By what right you giving me orders, eh? Let's go, Relly. Killing's like batting an eye for Witchman. You can breathe. It's over. Over? For you, perhaps. You'll go on your merry way. But I must stay here. And they will, too. Hát... Nincs olyan opció, amit én mondanék. És most a két rossz közül kell választanom. Ez ellen semmit sem tettek. Nothing I can do about that. Then why get involved at all? You didn't scare those boars off for my sake. For your own. To feel just and noble. A knight on a swiving white steed. Or do I have it all wrong? Go, Vatgern. And remember. Nem kérünk a szánalmatokból. Na, ezért tartottam újra. Jössz velem fürdeni? Valahogy mocskosnak érzem magam. Két csaj illegeti magát és éneket mondanak. Oh.
save me, I'm dying. Na, menjünk tovább, srácok. Üdv mindenkinek, srácok, sziasztok, sziasztok. Arra megyünk, amerre a GPS vezet. Na! Egy mellékküldetés. Te vagy az! Na mondjad! Witcher! John Vernon, remember? Emlékszem rá. Emlékszem Verdunra. Akkor nincs te nem voltam, most viszont tele az erszény. A coin that belonged to the refugees. Vengeance tastes sweet. I thought you'd come for your reward. I'll gladly pay, mind you. You saved my life, no two ways about it. Ő volt megkötözve, hogyha jól emlékszem. If you're looking for a bruising, well, you'll find it. Ott kellett volna hagyjalak a parton. Na, ezt amúgy mindjárt megnézzük. Hogyan kéne dönteni ezzel kapcsolatban? Egy pillanat türelmeteket kérem. Na nézzük. Ja, lesz questünk. Na itt van, ha elfogadjuk. Ha elfogadjuk, akkor 50 XP és pénz. Ha harcolunk, akkor 50 XP. Tehát, hogy bármit választunk, ennek a questnek vége, tehát akkor elfogadjuk. Bár, ha harcolunk, akkor meg még ott lehet az, hogy kilootolhatjuk őket. De nem hiszem, hogy nagyon jó lootok lennének náluk. Coin doesn't stink. Give it here. Pénzek nincs szaga. May it multiply in your purse. Now go. Na, hát még mindig ugye tudunk olyat csinálni. Így legalább nem kell elmenni a vendorhoz. Ez eléggé undorító döntés volt amúgy. Interesting. Levél Tobentől. Drága anyám, eddig minden rendben van. Még hosszú utat kell megtennem a városig, de amint odaérek, elküldöm ezt a levelet, és nekilátok egy másiknak. Nagyon hiányoztok apával. Óvatosan bánok a tőletek kapott pénzzel. Eddig alig költöttem belőle. Ha találok valami munkát, minden héten félreteszek valamennyit, és rendszeresen elküldöm nektek. Mondjátok meg Jolandának, hogy nagyon szeretem, és hamarosan őt is idehozatom. Természetesen feleségül akarom venni. Beszéltem egy temerivel, aki azt mondta, több kereskedő van a városban, mint hangya az erdőben, és mindig keresik az írnokokat. Szerintem igazat beszélt. A ti Tobennetek. Blökinek alaposan vakarjátok meg a hasát a nevemben. Na, hát, oké. Lehet-e tudni valamit erről a Tobenről? Arra kíváncsi vagyok. Ezt is megnézzük, srácok.
Ez igazából ennyi. Ez igazából ennyi. Ugye John Verdonék megölték a menekülteken. Szevasz, Tipcsi. Úgyhogy, hát ez azért történt. Hát ez az én hibám, ugye, hogy meghalt. Wow. Mutasd az árudat. Show me what you have in stock. Ez itt nagyon izgalmas volt, mehetünk is tovább. So long. Láttam egy szörnyfészket. Egy nagyon gyorsan elbánunk. Elkasztolni. Majd most. Ah. Nagyon tetszik ez a képesség. Nagyon tetszik ez a képesség. Túl jó. Ezt még erősítenünk kell. Hát igen, az ugye nem működik, tehát bele kell dobni. A bembát. Szörny szőr. Király egyébként, hogy innen jelzi, hogy van köszörűkő. That's it, Roach. Jaj, hát amúgy 14-es szintű lettem, srácok. 15-ösen nyílik meg, meg 18-asan. A szemetek, 14-esen már nem nyílik meg. Ha. Való, köszi szépen a 100-asért, köszi szépen a támogatást, és neked is, Vili, még egyszer. Hey there. Úristen! Geralt kalandjai, szia-i. Megtaláltuk azt a jelölőt, aminek az neve, hogy Úristen! Úristen! Na várjál, hát ott nem voltunk. It, az egy felderíthetlen helyszín. Mi zuvalog? Úristen! Úristen, itt mi van? Egy szörnyfészek. 18-as enemikkel. Karsz, bolond necker! Jó, még vannak lent. Na csumi! Gyertek! Jézusom! Kamera most nem vagy a barátom. Tudod? Na.
Hát... A kamera nem a barátunk. Aha! Hányan vagytok még? Nagyon sokan vannak. Az erdei csinálnival szívtatnak? Meglátjuk majd, hogy nekem mennyire lesz szivatós. Most 14-esek vagyunk, és ez egy 18-as hely. Na, nyomunk egy mentést. Szia, Adria második. Mi az ú? Tudjátok, hogy mink van? Bizony. Macska. Mutasd, mit tudsz! Ez nem az a gomb volt, amit kerestem. Troll bőr. Ja, hát a rúnám amúgy semmi nem nagyon sebzett erre a hegyi trollra, úgyhogy mindjárt elolvassuk az ő bejegyzését. Kiváló ezüst macska kard. Nice. Ott van amúgy a cica. Ott a cica. Nem vettem észre a cicát, de ott van.
Jaja, megérte bejönni. Itt is esik. Itt is esik, Adri. Mind IRL, mind a játékban. Én is nagyon szeretem ezeket a viseres muzsikánkat. Gomin. Na tehát... Erdei Jenny. Oda tartunk. Geralt, iszonyatosan béna vagy. Geralt? Na gyere. Tudjátok, mit raktunk be? Azt nem fog nekik tetszeni. Már vége is? Elolvassuk mindjárt a srácok amúgy a trollt, hogy mi újság vele. Kapták. Az a helyzet, hogy ezeket az alternatív jeleket nagyon lassan kasztoljuk el. Come on, Roach. Jó, akkor nem erre kell menni. Akkor erre kellett volna menni mégiscsak. Na, itt átengednek? Jó, átengednek. Nem tetszik, hogy amúgy automatikusan módosítja a kamera szögét. Miközben megyünk. Mert ugye nyomnom kell folyamatosan az X-el, hogy menjünk előre, és akkor így a bal kezem kell, a bal kezemmel kell átnyúlni a jobb analóghoz, ez nagyon nem kényelmes. Pamperem, ez ilyen Dark Souls copy. Pamperem. What? Keszeg! Faster. Keszeg, minden oké. Okay. Freak. Meg arra is gondoltam amúgy, hogy meg kéne szerezzünk a Griff iskolának az ábráit. Meglegyen a szetünk. És akkor tök jól nézhetnénk ki. És láthatnátok a fejlődést. Megöllek! Vadkutyának neki mentünk. Paradam, padam, padam, papam, papam, paradam, paradam, papam, param. Nyomják a torok hangokat. Balra, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Jobbra, nagyon jó. Idedi, nagyon szép napom van, köszi a kérdést. Remélem nektek is, kacok. Én nem emlékszem az itteni árusra, úgyhogy meg kell, hogy nézzem, ne haragudjatok. Buy in or just peruse him. Jó. So long. És úgy láttam, hogy itt bizony lehet kardot javítani, meg akkor már meditálunk. Elmeditálunk reggel 8-ig.
Használjuk ezt, meg azt is. Páncél és kard erősítés. Tényleg amúgy, nekem van valami új, ami keszeges. Ja, kiváló nyereg. Hetet nyom. Ez a Nilfgaardi set, ez hatalmas csalás. Quest. Ezt nem az a gomba. Ezek idáig eljöttek. Na, hé. Na. Amúgy le lehetett volna őket lökni, de ez sokkal menőbb így. Miért ígni? Senki nem kért az ígniből. Nagyon jó. És még előjött egy. Gyere, harcos. Gyere. Az very big. Mert közben a számszeriazás. Az egy 9-es, és még ő is ennyire kapja. Ő egy nagy példány volt. Ennyi. A francba, srácok. Hát ezek rászettek. Azt hittem, hogy itt valami szörnyfészek van, vagy valami hasonló, de amúgy láthattam volna, hogy amúgy nem az. Na mindegy. Még egy dolog eltűnt így a térképről. Aha. Csalitos vég, oda kell mennünk, és akkor ha megyünk azon az úton, akkor még pár kérdőjel elpusztul. Ja, egy mentés. Take it easy. Szörnyek vannak itt. A banditák tábora.
Let's end this. A könyv most is nem poppolódott, úgyhogy ismét csak a mod jól működik. A modunk jól működik, srácok. Jó választás volt. Igen, itt hagytak. Durva, hogy többet sebez ez a varázslat, mint a fegyverem, mondjuk nem meglepő. Aha, a mod azt csinálja, hogy ugye eddig az volt, hogy mindent feldobott, tehát bármilyen könyvet tettél fel, ha olvastad, ha nem, van belőle 8, ha csak egy darab, mindent feldobott. Aztán azt csinálja, hogy amit nem olvastam, csak az dobja fel. De mindegyik bekerül az inventorimba, csak nem mindegyiket dobja fel. Slow now. Ezek nyugi már. Kén és tisztázist, hát ez aztán nagy. A segged az enyém, mondta, miközben meghalt. Ja, ez nagyon-nagyon jó mod. Tegnap ugye nagyon zavart, hogy így nézegettem, hogy akkor milyen borintója van a könyvnek, hogy akkor olvastam-e vagy sem. Általában, hogyha elolvasom az első egy-két bekezdést, akkor felismerem, hogy olvastam-e. De most így ne töltsem már el azom az időmet, értitek, hogy elolvastam az első pár bekezdést. Úgyhogy erre rákerestem este. Hey now! Na. Not so fast, Roach. Ne olyan gyorsan keszeg. Menekült tábor. Na hát itt vannak. Elhagyott település. A vezetője, a renegátok vezetője. Öreg ember. Miért hiszi azt, hogy csak egy ember van? Hallom, hogy egy csomóan felúszták az íjukat. Na hát. Na gyere. Ja, nagyon tetszik ez a rúna, hogy így megakasztja az ellenfeleket. Meg hát ugye azért is tűnik ilyen erősnek, mert a jelerősség 80%-kal meg van toldva. Micsoda, ha egyszer lesz gyerekem, akkor Geráltnak fogom hívni? Wow. Pedig amúgy nem is ilyen
érdemes buildet akartam amúgy összehozni. Ez csak így menet közben jött. Erre nem is néztem semmit. Mindenki amúgy ignizik a varázslós buildben. Vagy árdozik. Hát az igni elég OP-ja. Robbanós hordó. Hát ez csodás. Szegények! Túlélték? Hát az egyik szerintem meghalt. Sorry. Megmentettem őket, hogy egy hordótól meghaljanak. Hát... ne állj az égő hordó mellé, hogyha robban. Jó, legalább a Vendor túlélt. Jó, és vele már megbeszéltünk. Jó. Ég veled. Farewell. Hoppa! Azért még ezt itt elvisszük. Amúgy itt van mellettünk a másik quest. Ehhez nem kell keszeg. Csak egy F5. Ja, látom úgy, hogy fent vibrál a néha a HP bár. Fight a Witcher. Pont lehajoltam varázsolni. És itt mi a loot? Amúgy. De látom. Egy kis komlóvirág. És újra csalitos végen. Na, tehát a küldetésünk. Míg Geralt a csalitos végfaluja körüli vidéken időzött, úgy döntött körülnéz, hát ha szüksége van valakinek egy Witcher segítségére. Történetesen volt is. A helyi hirdetőtáblán jutalmat kínáltak annak, aki megszabadítja a környéket. Az erdei Jennynek nevezett szörnyetektől. Geralt úgy döntött, ez olyasmi, aminek érdemes utána járni. Greetings. What do you want? A felhívás miatt jöttem. Erdei Jenny. So the notice about Jenny of the Woods. You posted it, right? Oh, aye. 'Twas me. You do it? You's a witcher, is you not? Straight off. A picture in me granny's book. Monstrum. Or a portrayal of witchers. Remember like you were the day. We be afeard of her. Nekem biztos semmiség az erdei Jenny. Beszéljünk a jutalmamról. Jenny, aha, azt fogjuk csinálni. Let's talk rewards.
So, how much would you wish? Ujjjj, hát akkor, de pedig ez az erdei, Jenny, nem valami ízé, nagyszintű quest. No, have it your way. I'm on it. Know if anyone's seen Jenny of the Woods? Képzeljétek, arra is van mod, hogy rendesen lehessen alkudozni. We found him in the fields this morning. Az öreg Willemet megöltem. But you might try Agneta. Lives at the end of the village. Word is she saw the wraith. And nothing happened to her? She wasn't hurt? Agneta? Outlived three husbands, that one. Jenny of the Woods won't do naught to that wench. Not at all. Hagasd ki a szemtanúkat. Jó. Hát először szemtanú. Először a szemtanú. Ő lesz Agneta? Aha. Wraith that haunts the village. Heard you can tell me about it. Oh, I saw her. Saw Jenny of the Woods with my nose. Saját szemével látta az erdei Jennyt. What did she look like? In detail, please try. Truth be told, I didn't see her too clearly. It were growing dimpsy. Ködös alak lebegett előttem. Mist-like. I comes closer, and the cloud thickened, and something like a valami arcforma gyűjt ki a ködből. What do you think, me love? That I'd wait to see the wraith in full glory? Ran to the village to tell folk what I'd seen. I see. So she appeared to you just after twilight? Important clue, thanks. You take care now. Egy pillanat. Csak van erre felé egy olyan quest, ahol érdemes használni a lámpát, de akkor ez még nem az lesz. Nem legalábbis az rémlik. Na, nyomunk egy F5-öt. A szél süvít. A medál rezeg. Szia, kék hölgy. A woman came through here. Egy nő jött erre. Barefoot. Mezítláb. Aha, ott van. A piece of fabric. Egy rony darab. Talán női ruháról. Belegabajodott az aljnövényzetbe. A lépés hossza alapján futott, talán ezért is szakadt el a ruhája. Valaki üldözte? Aha, ott van. Nem tudta lehagyni az üldözőjét. Az ledövte vagy elvágta a torkát. Különös, a kést itt hagyta. Rászáradt vér, ez még jól jöhet. Még vonszolta itt a testet, tiszta nyom. Most éppen arra megyünk, ahonnan jöttünk. Nem látunk semmit. Na. Végighúzta a testet egészen az erdőig, és itt eltemette. Csekély sír. A gyilkosnak biztosan sietős volt. Valamit kilóg egy levél? Hiába mondtam neki, hogy nem akarom jobban megismerni. Tudom, hogy te nem félsz Bokáitól, de én igen. Azt mondja, szeret engem, de ez nem olyan szerelem, mint ami te és én köztem van, hanem vad és ijesztő. Bokáj soha nem fog minket békén hagyni. El kell szöknünk. Válaszodat hagyd a szokott helyen. Zulád. Kikosarozott szerelmes ölte meg a nőt útni. Élidérc. Az előjáró talán ismerte a lányt. Meg kellene kérdeznem.
És most lehet nézegetni az erdei Jennyről, meg az Éli dercekről dolgokat. És akkor már megnézhetjük a trollról is. Na, szóval... Feljegyzés, bestiárium. És akkor oda megyünk szépen az egerentyűvel. Egerentyű. Ja, például a szilvánokról is lehetne olvasni. Bűzdémonok, vízibanyák, hegyi troll, na ott van, ogroidok. Ember mondta kitalálós, de nem trükkös, mert troll, boom, emberi fej. Undviki barlangban élő hegyi troll. Ha a hegyek között a magasban túrázva egy sétáló sziklával találkoznál, ne hidd, hogy a szemed csapott be. Helyette inkább ráncs kardot, mert egy hegyi troll áll előtted. Igaz, hogy ezekkel a lényekkel nem minden találkozás végződik harccal, bár nem kimondottan intelligensek. A trollok képesek gondolkodni, de jobb felkészülni a legrosszabbra. Különben a túra nem a hegycsúcson, hanem a fazekukban ér véget. Ott van erdei Jenny. Azt mondják, az igaz szerelem lángja sosem huny ki. Ez a sajnálatos igazság az oka annak, hogy csalitos végig Zula, akit korai halála elszakított szerelmétől nem talált békét a túlvilágon, hanem visszatért kísérteni korábbi életének helyszínére Élidércként. Ilyen jelenéssel harcolni rendkívül nehéz. Az Élidérc képmásokat kreál saját magáról, amelyek összezavarják ellenfelét és segítik őt a harcban. Én maga képes anyagtalan formát ölteni, ami sebezhetetlenné teszi a támadásokkal szemben. A legjobb mód, amivel ebből az állapotból kimozdítható, ha a csapdát állítunk neki az Irden jellel, majd gyorsan az ignit használjuk, amikor kelepcébe esett. De a legfontosabb, soha ne kíséreljük meg harcba bocsájtkozni vele az éjszaka közepén, amikor fennjár a hold. Tehát akkor este, amikor a hold fennjár, oké? Okay? Irden, kísértett olaj és holdpor. Jó. Azt mondta, hogy csű! Ja, mi pont az Irdennel nyomjuk. Greetings. What do you want? Mit akarsz? Ismerted Zulát és Bokhájt? Zula and Bokhaj. Did you know them? They must have lived in this village. Good God, he knows. Tis witchery. They disappeared both of them into thin air. Már egy hete nem látta őket. I found the girl's grave and a letter. It's clear she rejected Bokhaj because she loved another. Zula and Ontan, aye. We thought they'd fled north to seek happiness there. Bokhaj departed round the same time. So that's to mean our Zula's the wraith. Can't be. Such a good lass. And so pretty. Any idea where they used to meet? Can't say for sure, but a fiatalok leginkább a tisztásai állnak. Mostly west of the village, past the fields. Zula. Good gods. Good gods. No way I can hope to lift this curse. Gotta drive the wraith away. Stand a chance if I can bind it to one spot for a while. Na nézzük. F-bot. Tehát Irden, Igni és kísértett olaj. Égesd el Zula leveleit és a késről az alvatvért. Megjött a Jenny. De szép a Jenny!
Na, most saját közben a kísértet olaj. Az gond. Na hát ugye most erre az kell, hogy berakjuk a pecskét oda. Basszus. Basszus. Tehát villámfőzetet kell nyomnunk, és a pecskét. Szia, Vörös Nikolát. Szia, Sean, szevasztok, srácok. Tehát, átrakjuk a felszerelést. Jó, és akkor a kísértett olajat is már most felkenjük. Aki úgy gondolja egyébként, hogy segíteni kell akkor, amikor nem kértem, az rosszul gondolja a srácok. Ez szívás. Na, miben nehezebb egyébként, most már elmondhatjátok, srácok, így, hogy fent van a hold. Wow! Köszi, köszi, srácok. Köszi, köszi, srácok. De azt... Szakjál ma, de miért rozsdigás Nilfgaardi kard van a kezünkben? Na mindegy. A hold plusz erőt ad neki és gyógyítja. Áááá! Hát milyen kemények vagyunk, srácok. Nem számít, hogy itt a hold. Bolond hold. Hát ugye most le vagyunk terhelve. Igazából ezt kivesszük. Ez az
Ez a báb, ez amúgy vicces lenne, meg mit tudom én mi, de... Hát adunk rá még egy pontot. És helyette berakjuk ezt, hogy több cucc lehet nálunk. Most egyelőre erre van szükségünk. Ja, most sok mindent lehet eladni, igen. Ez király volt. Király volt ez a quest. Na várunk, holnap reggelig. Ez már majdnem holnap hajnalig. És akkor beszélünk. És akkor ő az, aki, akinek el lehet adni pár dolgot. 41% az a Brand card, aha, ez 12, hát ez nem sok, 20%. Hát ez egyáltalán nem sok. Nem baj. El a pénz. Mindjárt vége. És akkor itt van egy jobb, aha, van itt egy jobb szemszeriünk. Azt is el lehetne adni. So long. So long. Ezt te is szeretted, Semence? Na. Lövedékeknél tegyük be ezt az osztott lövedéket. 14-es ezüst sebzéssel bír. És akkor a többi nyilat azt úgy el lehetne szórni. Vérzés okozásra van esély. Ja, ezeket így betesszük majd a ládába. Mire mehet el adni a nyilvesszőt? Nem vágom. You ain't safe, lest you... Let me have a look. Na. Nem vágom amúgy. Jó. Megérezzük a cuccokat. Nem is kell guide-ot követni. Én amúgy az első végigjátszás nem is javaslok guide-ot. Én csak azért követek guide-ot, hogy ne maradjon ki semmi. Bár, hát nem is nagyon tudok guide-ot követni, mert nem egyszerű. Megszabadultam Erdei Jenny-től. Jenny of the Woods is gone. Got rid of her. She'll not be back. No, I know how to dispatch night wraiths for good. Aye, of course. Your reward, as agreed. Gyere rám, big money, gyere rám. Farewell. $216 XP, $270 korona. Big loot. Na, mehetünk tovább, srácok. Nekünk se lesz most 100%. Tehát kettő küldetés már biztos kimarad, az egyik azért, mert Sárát elüldöztem, de érdekelt az a döntés, és így kimarad az, amikor... Kimarad egy küldetés, ami ilyen Sárával kapcsolatos, ugye, amikor övé marad a ház, a kis Godling, álom... Árva... Hogy is hívják őket? Jancsit és Sárát. Na.
ezt nem akartam. Azt mondja, hogy szereplők. Angyalfik, köszönöm szépen. Szóval a kis angyalfik egyik vesztje kimarad. És mivel nem importáltam Witcher 2-es mentést, így szintén kimarad egy quest. Faster. Ja, küldiket akartunk nézni. Köszi srácok amúgy. Na, például van ilyenünk is, hogy ősatyák élje. Ezt is lehetne csinálni. De most megbízásokat csinálunk. A Víg özvegy. Geralt vállalta a megbízást, melyre Hársvölgy sírásója keresett szakembert a falu hirdető tábláján. A település temetőjébe tanyát vert szörnyek előszeretettel vadásztak gyermekekben. Take it easy. Nem volt a tartsonyban a Witcher 2 temető? Hát lehetett volna, amúgy már lehetett volna emulálni, vagy szimulálni, vagy mit tudom én, valami ilyesmit csinálni a mentéssel, de... Én azt mondtam, hogy nem kell. Egyrészt nem játszottam vele, akkor meg mit nyomkodjam ott a beállításokat. Ez annak adott volna igazán sokat a játékélmény, ez aki ugye nyomja a kettőt. Jelenleg egyébként 17%-on áll a játék. De még ez a 13. adás, úgyhogy hát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem lesz 100 adás a Witcherben. Viszont az biztos, hogy lesz egy 100 óra. Az ott mi volt? Gideon. Ja, boltos. Irden. Ezeket ugye annól nem tudtuk kiirtani. Ghoul nest. Ought to just destroy it. Ha mindent meg akarsz csinálni, akkor egy 150 óra biztos belemegy. Szemez. Ha mindent be is akarsz gyűjteni, akkor lehet, hogy több. Most a minden kiadójára gondolok. Greetings. Velem eltalálkoztunk. Jó. Farewell. Witcher folk can say what they will. Me, I'll never forget what they did for us. Faster. No. Elvileg nem erre kell menni. Azt amúgy gyakorlatilag is. Hoppácska. Hoppácska.
Nem engedi felszállni. Ez mondjuk szívás. És elkezdett köpködni. Már egyszerre végigvitted? Nem. Hát, nem tudom, a leírásban ott az a second playthrough az úgy nem árulkodó? Nektek srácok, vagy az úgy nem nézitek? Egyébként. A fekete egyszarvú kardot kaptuk most meg. Mennyire szereti a Quentet? Én imádom. Én imádom. Én az a helyzet, hogy első végigjátszással fúj, undorító, fúj. Most így a második végigjátszással tetszik. Így most tetszik. Nem rossz. Amúgy. Kinézés. RDL erősség. Ja, hát valami olyasmi kéne, ami így a jeleket erősíti. Téged hűt a játékból? Aha. Megértem amúgy. Megértem, Predrog. Az helyzet, hogy valami szörny van ott a keszeg mellett. Szervusz Tájra. Üdv mindenkinek, skacok. Come on, Roach. Hát vannak arcok, akiknek sokkal jobb paklia van a miénknél. Hát őket el kell engedni. Érdemes-e megtartani fegyvereket? Mivel nem scale-elnek így, igazából ha csak nem vagy gyűjtő, akkor nem érdemes megtartani. Nem tudsz vele semmit se csinálni. A fegyverek nem scale-elnek. Kivéve a set itemem, mert azokat lehet fejleszteni. A zöldek a set itemek. What? Farewell. Jó élőben is Gwentezni komolyan. Na, víg özvegy. Így van, most azt csináljuk. Nem tetszett mindenkinek minden, Predrong, úgyhogy mondom, megértelek. A munka miatt vagyok itt. Hear about the job. Seems you got a problem. Valaki sírok a testként? That were only it. Bár csak ennyi volna, nem? Every now and then, a vile beast had come in. Fenfalja a friss halottakat. Devour what's fresh, then move on. Started again not long past. Thought to myself, just don't step out after dark and lock your door tight. But then a young'un went missing. From the graveyard? Nay, from the village. Little snotter wouldn't have come here of his own. And I'd heard something like nem csak halottak tűnnek el, az a gond igazán. See what was happening? Think me daft. If you've monsters, you need a witcher. Na. Let's talk about my reward. Megpróbálunk egy 250-et ebből is kisajtolni. Ja, kíváncsi lennék, hogy milyen az a alkudozós mod. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen az alkudozós mod.
miben másítja meg az alkudozást. Itt igazából csak arról van szó, hogy jól eltalált, hogy hol nem lesznek dühösek az emberek. Ennyi az alkudozás. See if I can learn what's out there. A víg özvegy. Nyomunk egy gyors mentést. És annyit csinálunk még, én úgy emlékszem, hogy ennek a questnek van folytatása. Képzeljétek, hogy ennek a küldetésnek a leírásában azt írták, hogy Dr. Hush referencia. Dr. Hush referencia van ennél a questnél. Na ez érdekes. Kapták, haltak. Ghouls could have dug up the corpse. Definitely couldn't have snatched the kid from the village though. Igen. Still, might be worth looking at those graves. Mindjárt megnézzük a sírokat. És mindjárt megnézzük a Dr. Rush referenciát is. Majd szólok, hogyha ha azzal kapcsolatban érdemes figyelnetek. Witcher érzéket kell használni a temető átkutatására. Kiestek, viszont szerszámokat nem használtak. Azt a questet azt hiszem amúgy idén csináltuk meg az előző végigjátszásunknál. Egy ásóállástáként? Nem itt? Itt látszanak a karomnyomok. Szia, Sebát. Haló, haló. Üdv mindenkinek. Grave's been dug up recently. A hullaszaga régi. Smell of cadaverine's old though, overripe. Vajon a bűz merre vezet majd? Stench will lead me. Na várjunk. Mielőtt még na, azt mondják, hogy igen, itt vannak ezek a szobrok. Egy törött szobor van. És van egy szobor. Na nézz. Szervusz, szerebáni bó, szevasztok srácok. Igen, itt elvileg a szobrokra kell majd figyelni. Bennünk rejlik majd a megoldás. Elvileg mozogni fognak a szobrok. Mint a Dr. Wu. Az nekem nagyon, nagyon para rész volt. Az nagyon durván para rész volt. Filth lives here, sure chose an unusual place for its lair. Szokatlan helyet választott a tanyájának. Somebody's doing some cooking. Valaki főzőcskézik. Ez egy emberi comcsont, egy gyereké. A child. Human skulls. Emberi koponyák egy varázskörben. Világos, hogy Thorn használja őket, hatalmat nyer ki belőle az erő fókuszából. Creature can use tools. Eszközhasználó lény, vagyis értelmes, vagy csak egyszerűen megvan a magához való esze. Ez egy sírbanya. To draw the power through them. Confidence grew enough it started prowling the village. We need to take the skulls,
force it to go back to the cemetery. El kell vinni a koponyákat. That ought to really piss it off. Now to lay low in the cemetery. It's likely to crawl out after dark. Is attól feltettek a én mondjuk nem néztem sokáig. Talán 5. vagy a 6. évadig. De a mozgó szobrok azok nagyon creepy voltak. Azok nagyon creepy voltak. Még most is feláll a szőr rajta mindenhol, ha csak így rá gondolok. Szia, Little Carl. Na, nyomunk egy mentést. Na, ezek a szobrok még nem mozdultak meg. Hol vagy? Ellopta a koponyákat, az én koponyáimat! Ásott volna ki magának! Szevasz, Alfix. Na, várj egy kicsit. Nagyon agresszív vagy! Na. Megnyalt! Már innen a nyelved. Ne! Adán Dejc. Jaj. Ezzel a küldivel szenvedtél, mert alacsony szinten vágtál bele? Hát, ja. Na, Emre 2 napot kell várni. Viszont mi azt csináljuk, hogy elmegyünk, leadjuk a questet, várunk 2 napot, aztán visszamegyünk, és akkor meglátjuk, hogy mi fog történni, jó? Mi? Valamit mondta. Vedd át a jutalmadat a sírás óta. Ja, akkor ez miért szürke? You're about the job. And? It's taken care of. It was a grave hag that dug up the graves and snatched the child. Aye. So, how is the little tyke? Hát, meghalt. Megtaláltam, tessék, megtaláltam. Found him in the grave hag's lair. Akarod, hogy folytassam? Az üsbe találtam meg. Want me to go on? Might not even say that much. Bár csak ennyit sem mondtál volna. What about my reward? Oh, I've not forgotten, nay. Here you go. Thanks much for your help. Take care. Na. Olyan fura amúgy ez a vár 2 napot. Ez az első napunk. Ez így a második. És kicsit elmegyünk 8 órára is, jó. Ha megint pereg a biciklizés, helyes Nikolát. 270 korona ütötte a markunkat ismét csak. Emlékeztek, hogy ezek a szobrok nem voltak itt? Jó, akkor ezek szerint
Ezek szerint nem a benti szobrok jöttek ki, hanem szobrok jöttek ide a... Interesting. Aha. Ott van! Ú, na ez nagyon para volt. Ez nagyon para, srácok. Megyünk is innen. Hello! Hello, szobrok, hello. Hello. Jó. És megfordultak! Jézusom! Na jó, én ezt nem gondoltam, hogy ennyire durván megcsinálják. Ez nem. Hello. Hello, szobrok. Sziasztok. Jaj. Ez nagyon nem volt. Keszeg, gyere. Teleportálj ide hozzám. Jaj. Én is szeretem úgy az easter egg-eket, de ez az eddigi legparám. Jaj. Jó, nem portoltak ide. Na. Ez már egy másik keszeg, srácok. Na, szóval akkor ezzel a küldivel is megvagyunk. Nice. Amúgy ezt nagyon jól megcsináltak, nagyon tetszett. A lápi dolog. Árokmi falu tűzek bányája közelében terjengő furcsa ködből egyetlen bemerészkedő sem távozott elevenen. Geralt úgy döntött, megvizsgálja a gyilkos ködöt. Hát, ha el tudja oszlatni. Run, Roach. Hát amúgy én félős vagyok. Majd amikor nem szerint a Snaskerig, én újra meg fog nézni a szobor. Akkor menni fog az uninstall lehet. Na, most a megbízóval kell beszélni. Meg is jött a kedvem, hogy most újra nézem a doktorút. Vagy hogy egyáltalán folytassam. Újra nézem és utána folytassam. Bár annyi jó sorozat van. Ez mindig egy nehéz téma. Szoborfóbiának van neve? Nincs szoborfóbiám amúgy, de nem tudom, hogy van-e szoborfóbiának neve. Ez csak egy szimplán elég creepy rész volt. Come on, Roach. Na. Keszeg. Báboktól való félelem, aha. Maradj távol a költől, a kedves az életed. Jó. Mindjárt távol maradunk, csak előtte kilútalak. Úgy hívják, hogy Leszlo. Hoppáska, csak nem ma van a szülinapja, vadafa. Careful, sir. A monster prowls the bog. Enter the mist and you'll never see home again. Mesélj még a szörnyről. This monster, tell me more. Only seen it once myself. Én magam csak egyszer láttam. Először azt hittem ember. De megfordult, és a szeme parázslott. A pofája meg tele volt agyarakkal. Humanoid, nocturnal. Az első támadás mikor történt? Remember when it happened? A week passed, near about. Egy hete. It was then Boren vanished. Merrick and Tomil went looking for him, didn't come back either, them two. I were afeared. Now none dare venture into the bog. Camp stands deserted, and the peat there, master, it's the best sort.
black as pitch and oily. Tehát tűzeg kell lenne neki. But staying with the topic at hand. Na, hát akkor jó utat nektek. Jó mókázás, adafang. Segíthetek, de ára van. Assume you put up the notice in Dalmorin. Egy tucat tojást fizettem egy írásudónak, hogy leskribolja. Leskribolja. Ezt tetszik. Of course. Why, even an ox don't pull a plow for free. Afraid I'll need more than an ox needs. How much are you willing to pay exactly? Na hát... 280. Oh, master, you value your drágám méred a szolgálatai, de legyen, beleegyezem. Szia, Scott, mizu is. All right, time I got to work. Where'll I find this monster? Start south of here. Innen délre. Mi az más levegő ül a mocsár fölött? Már megint a mi az más, srácok. So hard you could choke. A lápi dolog. Látok is elsős az idő ezek szerint, Scott. Fémesköd. Metallic almost. Didn't even have time. Annyi ideje se volt, hogy fegyvert ráncson. A szörny biztosan rejtőzött és megleptem. Ha az elsős idővel hűvös is jár, Scott, akkor tetszik az a hely, amerre laksz. Szia, Ibars! Na, hát hadd kasztoljam végig. Ne legyetek ilyen gorombákok. Na? Ki lesz az első, aki ide jön? Gyertek, gyertek! To use the eye. Jó, itt valami illúzió van. Jó, értettem, mindjárt, de hát loot. Loot az első. A nyomokat mágia fedi el. Ez egyre érdekesebb. Szép AFK build? Na. Akkor olyan, mint hogyha Vampire Survival azaznék, nem? Na gyere ide, enemy. Most mi lesz, szarcsimbó? Azt mondod, élném az anglilali időjárás, vadafak. Más karomnyomok, azt hiszem, mint többen is esznek. Azt hiszem, egy öreg ködárnyal van dolgom, egy illúzió mögé rejtőzve. Ignis Fatus. Ignis Fatus. Na már is keressük az Ignis Fatust. Ignis Fatus. A szörny, amely a velen tőzeg mocsarait kísértette, egy ősi ködány volt. Ezek a lények rendkívül hosszú életűek. Némelyikük több, mint 200 éve lakja már a földet, és közben egyre erősebbek és erősebbek lesznek. Az ilyen véd ködány csapásait hárítani teljességgel lehetetlen. A ködánya hihetetlenül gyorsan mozognak, és még az irdány sem lassítja le őket.
Ezen felül teljesen feloldódnak a ködben, majd hirtelen ismét anyagi testet öltve hátulról támadnak. Nehéz vértezet és a Quenniel használta melegen ajánlott ellenük. Ne és nekrofágolaj. Jó. Azt már is felcsapjuk. Hogy áll amúgy a kardunk? 40% az jó. Oké. Annyit akartam még megnézni, hogy ez most hogy is áll? Ja, kéne még kiraknunk egyet, és akkor tovább lehetne menni még az Irdenre. Még egy pontot, ha kirakunk, bármire, akkor a túltöltött rúnát lehetne használni. És állóképesség regeneráció is lenne. Nyomunk egy elfötöt. Már megint. A lápi dolog. Az illúziókat vissza kell követni, aha. Itt vannak ilyen lábnyomok. Aha. Aha! Someone placed an illusion here. Aha. Gyere, Ködán! Gyere, gyere! Nazdarov, yeah! Bastards are strong. Must be the farm. Na hát ez két olyan dolog volt, amit nem akartam elnyomni, semmi gond. Jó. Megyünk bejebb, mert most aktívak a potik. Van. Szegény. Ez is mond, hogy ilyen feketés a szakállal? Nem, arra nincs módom. Még. Jézus. Megpróbálom megolajozni még egyszer. Thank you.
Hasíts ki trófeát a ködányból. A Csili, köszi szépen a 11 hónapot. Srácok, peregjenek a szegek. Hú. Köszi szépen a támogatásodat. Te is most vicserezel? Na, jó, jó játékot akkor a Csili. És köszi szépen, hogy megosztottad a támogatásodat. Köszi, köszi. Nem, nem itt jöttünk be, de itt is ki lehet menni. Milyen módot töltöttem le? Olyat, hogy ha elolvasok egy könyvet, és kilótolom újra, akkor nem dobja föl, hogy olvassam el újra. Most például. Kiváló vámpirolaj. Ezüst medvekard, haló, kiváló még hozzá. Nice. Nagyon nice. Nézzük már meg, hogy hol a másik kiárat. Szem az élőlény. Jó sulizás itt majd. Na ne. Még itt is van kiárat? Lehet itt jöttünk be. Nem, nem itt jöttünk be. Aha, és még bejárat jelzőt is kaptunk. Egy bejárat. Még egy bejárat. És a harmadik meg itt van mellette. Jó. De lehagytál a sztoriba engem, Gerép? Engem könnyű lehagyni, mert én el lehet veszíteni a mellékküldikkel. Mi szújs? A jutalmamért jöttem. Monster's dead. Fog's dispersed. Ha! Village folk will be content. Give them cause to celebrate. Well, you've earned your reward. Take it and fare you well. Hang on a minute. This is less than we agreed. Ez kevesebb, mint amennyiben megegyeztünk. Master Witcher. That beast, it kept me from gathering peat, and I'd still my family to feed. But a few crowns left now, and I've yet to buy new tools. Show some mercy. I'll pay ye. I will. Pay ye twice. Megfizetlek majd, Biza. Megfizetem a duplája, de csak egy hét múlva. Na. Nézzük, hogy mi van ezzel. Wow, amúgy tényleg a dupláját fogja. Jaj, ja. Nem kamuzik, képzeljétek el, hogy nem kamuzik. Most csak 20 kilométert tekerni? Az is nagyszerű. Minden elismerés. Tehát 7 nap múlva vissza kell térni. Get to work. You've only got a week. Na, tehát egy hete van, értettétek, srácok? Tehát várunk egy napot. Két napot. Három napot. Négy napot. Öt napot. Biztos amúgy gondolatja, hogy mit csinál ez a hülye itt.
Azt hiszem már 6 napnál járunk. Egy heted van. Addig itt állok egy helyben, ahogy meglépj a pénzem. 7 napot. És? Mivel ez nem 7 nap volt, ezért délben. Na itt egy órakor visszajövünk, ugye? Szia. Witcher. Greetings. Hol a fizetség? I want my coin. Where is it? There, take it. Twice the sum, as agreed. I keep my word. Sure, second time around. Never mind. Thank you and farewell. XP. És 560 korona. 560. Elképesztő. Hát ez very big. Very big volt. Szegény azóta is ezt a deszkát csapkodja egy héten keresztül. Na, tehát most már be lehet rakni dolgokat. Azt mondja, hogy messze nyúló árd, páncélolvasztás. Amúgy ez elgondolkodtató. Ez az axiom úgy nem tetszett. Hát na, meg kellett tennem, srácok. Tűzpatak. Jó. Ilyen tűzpatak. Amit nem rakunk be. És most már lehet menni a túltöltött rónára. Igen. Ó, igen. Ja, de ha már itt vagyunk, akkor azért valami csak legyen berakva. Ezt mondjuk. Na, amúgy megnézzük. Nem lett semmi sem nem teljesített, srácok. Van még egy ilyen időszakos kulding, Sára. Sára, elüldöztük Sárát, és a kereskedő mondta, hogy majd megjutalmaz minket. Tehát, hogy az még lehetne így csinálni, ami így időhöz kötött. Ott van egy felderítetlen helyszín. És ott még van pár kérdőjel. Run, Roach. Ha. Szia, Marci, szevasztok, skacok. Egy szörnyfészek. Amúgy valószínűleg az alkímiával kell párosítanunk a varázslós buildet. Az kell majd ide. Drowners are coming out of there. Best blow it up. A boszorkányölő ábra. Mit csinálod Keszegnél? Na hé! Miért ugrott a hullája?
Aha. Keszeg. Gyere csak. Amúgy, nézzétek csak, ezen a helyen, ahol amúgy egy csomószor átmentünk, így, hogy nem nagyon fast travel-ozok, nem nagyon van kérdőjel. Az árok méhez majd vissza kell mennünk. Valami történt. Come on, Roach. Nem, mert amúgy is szép a világ. Nagy kényelem amúgy a fast travel. De open world világról beszélünk, ami egyébként gyönyörű. Hát még majd a Blood and Wine. Na, Chumi! Micsoda düble kill! Lőd már el! Igazából én is most azért csinálom a kérdőjeleket, mert már a veleni területet kéne csinálni, és a veleni területnél most egy olyan főküldetésünk van, ami azt várja el tőlünk, hogy... Tehát az a főküldetésünk az azt csinálja, hogy megcsinálhatatlanná tesz küldetéseket, amikkel én szeretnék foglalkozni. Úgyhogy most azért mellékküldizünk. Üdv mindenkinek közben. Jó. De szerencsére nincsenek amúgy iszonyatosan messze. Mondjuk már nem tudom az utat oda felfelé. Come on! De megpróbálok feljutni. Jó, keszeg! Nagyon elnéztél jobbra. Kamerakezelés. Come on, Roach! Jó, hát most leszállunk. Már pedig fel lehet oda menni. Hele erőszakoljuk magunkat. Jó. Majdnem. Á. Nem jó a VHSD-t? Hát a kontrollerrel nem nyomom. A 37-esen nem én. Egy baziliszkus. Ja, csak 32, akkor semmi. Ja,
Jó. Hát tudtunk menteni. Ez túl meredek. Bíztam benne, hogy a kombat majd felvisz. Jó, hát akkor nem visz fel. Na jó. Akkor erre valami más megoldást kell keresnünk. Mert ezt a baziliszkuszt nem fogjuk tudni legyőzni. Akkor amúgy egy kicsit idegesítő, hogy ráfókuszál a kamera. Hát olyan, mint hogyha láthatatlan fal lenne. Hát akkor amúgy oda nem lehet felmenni. Ja, hát oda nem lehet felmenni. Kicsit lecsúsztunk. Na. Nézzük meg a másik oldalt. A szemétje, Geralt. Hát erre még elmehetünk, de nagyon úgy néz ki, hogy ez felejtős. Hoppá! Hoppá! Lehet, hogy amúgy velük se akarok annyira harcolni. Jó, hát meg lehet csinálni. Jó, amúgy egy... Túlzásba viszitek! Jó, amúgy meg lehetne csinálni, hogyha lenne hozzá türelmem. Jó. Nyomok egy elfötöt gyorsan. Jó. Hoppá! Az nem jó.
Whoops. Na. Tehát, hogy hol tartottunk? Ott, hogy nem akarunk harcolni ezekkel a lényekkel. És ez a hely amúgy ismerősnek tűnt. Na. Oda akkor ezek szerint nem tudunk leesni. Örülök, Lidádi, örülök. Bejárat. Kulcs kell hozzá. Nagyon jó, Gerát, megmásza a fiú. Nem mássza meg, noob Geralt. Na jó. Ezt mindjárt elengedjük, srácok. Ezt mindjárt elengedjük. Még kerülünk egy kicsit. Ez konkrétan itt a pálya már nincs is kidolgozva. Ott meg valami nagy mágia van. Could use a portal about now. Jó. Akkor tegyél vissza minket, rendszer. Na, úgy néz ki, srácok, hogy egyelőre nem tudunk oda menni, bármennyire próbálkoztam meg velem. Úgyhogy másfele megyünk. Nincs más hátra, mint egy másik kérdőjel. Ezek szerint. Na, tehát az a kérdőjel egyelőre offos. Lehetne akkor még kérdőleket csinálni, de most egy ilyen kudarcba futottunk bele, megyünk másfele. Méghozzá van egy kereskedelmi út fantomja velembe, meg titokzatos nyomok. Aha, kincsvadászat. Na, nekünk valami griffiskola kéne. Nadrág? Megvan a nadrágnak a fejlesztési terve, akkor az nem az. Na, keressük meg, srácok, a Griff iskola felszerelését. Méghozzá át kell kutatnunk György a Witcher sírját, illetve át kell kutatnunk valami Lordnak a várát, és elvileg, mielőtt még mindenbe belekezdenénk, ó, az amúgy nincs is messze. Ha? Oda kell mennünk. Jó. Jó. György a Witcher. Na, várjál. Ha? Ez lesz. György a Witcher. Not your lucky day. Not your lucky day.
Eszeg nagyon béna vagy. Történt a muzsikával. Lazarét. Olvasom a lazarét. A lazanyét. Na, mehet egy mentés. Kell egy Gwen, és kell egy Irden. Nagyon suhingat itt a farkával. Gyere! Én minimap alapján nyomom a lótolást. Elvileg rajta állok. Jó, és akkor most mehetünk befelé. Sárkányölő barlangja. György a sárkányölő. De király. Ez sokkal másabb, srácok. Sokkal másabb ez a gyors utazós fa. Nem véletlen. Aha. És ott a griffjel. Hány modot tettem fel? 4-et. I wanna look around some. Talán jó lenne itt körülnézni. Na, már is van egy idércünk. De mindegyik mod ilyen quality of life-os cucc, tehát semmi csalás. Jobbra kell menni, tehát bocsánat, nem jobbra kell menni. Egyenesen kell menni, tehát jobbra megyünk. Given me no choice. Gyere, gyere. Pont rádodzsoltam. Aszta. Tengőgomba. Zsineg lóbőr. Azt hiszem, hogy itt tele leszünk. 137, akkor még nagyon jók vagyunk. Lidérc eszencia. Nézzétek, van olyan barlang, ahol olyan szörnyek vannak, akiket nem lehet megölni. Wow, Kingsains, nagyon szépen köszönöm a 66 hónap támogatásodat. Tiszteletedre még egy fecskét is elnyomtam véletlenül. Köszi szépen. Köszi szépen. Srácok, peregjenek a szögek, még azok is tudják pergetni, akik nincsenek feliratkozva. Ja, és gratula az újabb badge-et, ez mi újság?
Igen, ezt tudjátok mit jelent? Azt jelenti, hogy jöhet az Igni. Mondom, az Igni. Hát rámentem. Kaptam. Az gond? Jézus atya úristen! Így átváltok az Ignire, és így nem vált át. Jó, meghalt a lesi. Nem te, egyre jobban nem tetszik ez a plac. Istenem, Istenem! Édes Istenem! Lesi gyanta. Mehet egy mentés, ha rossz gomb, rossz helyen, rossz monitoron nyomta meg az F-ot. Jó. Aha. György a Witcher naplója. Miután meghallottam a pletykákat a sárkányról, igyekeztem velembe, ahogy csak tudtam. Gors, velem prefektusai sajnos késleltették az odaérkezésemet. Szakértőnek kértek fel, hogy megoldjam a helyi hajókatasztrófák rejtélyét, amiket gyaníthatóan éli vércek okoztak. Úgy tűnik, a vidéket pusztító sárkány kevésbé izgatja őket, mint a kereskedelmi útvonalak biztonsága. Szerencsére meg tudtam oldani a magányos világító torony rejtélyét, és siettem tovább a sárkány után. Megtudtam, hogy a feldúlt falvak parasztjai a Vintamár tó alatti katakombákba menekültek. Okos. Ahhoz persze nem volt elég eszük, hogy a tűzifát is vigyenek magukkal. Így aztán tündekéziratok lángjainál melegedtek. Fáj belegondolni, mi minden ment veszendőbe az ősi népek tudásából. Néhány kézirat legalább megmaradt. Köztük néhány igen érdekes páncél vázlatrajza. De ennyit erről. A szemtanúk szerint hamu szürke píkelyek, mar magasság 2-től, testrossz 2-től, kiegészítés, becsült súlya 14 mázsa. Testüregében fertály óránál tovább képes tárolni a hőt, sárkánytüdő, következtetés, zöld sárkánnyal van dolgom. Megkezdem a vadászatot. Hoppácska, és megvan a set. És megvan György a Witcher setje.
Szintra lemészállása. Ujj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 
Kíváncsi leszek rá, hogyha hogy néz majd ki. An illusion. Wow. Oh. An illusion. What are you hiding? Ooh, a place of power. Magic. A place of power. Na, és akkor most már lehet pakolni. Lehet pakolni ide, hogy a túltöltött rúna. Az idegen hatás alatt álló ellenfelek másodpercenként 10 pontot veszítenek az életerejükből, vagy eszenciájukból. Jöhet. Jöhet. És amúgy most, hogy itt vagyunk Árok mélynél, gyorsan elolvassuk, hogy mik vannak itt a hirdető táblán, és akkor megyünk tovább oda, a Lord várába. Ez az. Geralt nagyon szeret csúszkálni. Nyomtam is egy mentést. Aha, ez ilyen varázslós Geralt lesz. Úgyis megy majd egy rezett srácok a jelenlegi buildünkre. Ez nem a végleges, amit így most összeraktam, ez csak így fejlődéshez kellett. Szűcs munkát keres. Szűcs és bőrűmves, 20 éves tapasztalattal munkát keres. Kisebb és nagyobb megbízásokat is elvállalok. Ruhák javítása és készítése minden igény szerint. Megbízható és pontos, házhoz megyek a nyersanyagért, és mosolyogva házhoz iszem a kész árut. Ja, ez már volt. Ez is volt. Szerintem ez a Witcher kerestetik is volt. Ja, nem kaptunk semmit. Ja, ezek voltak. Emlékszem, hogy ezeket olvastam. Ugye most menni fogunk éjszaknak. Kérdés már csak az, hogy milyen úton. De hogy látom itt. Miért a tábla, akkor nincs ott új hirdetés. De itt most volt. Itt most volt, mert ez sárga volt. És mégis ezeket én már olvastam. Ezeket én már olvastam, de hát Árok mély az a banyák miatt lehet, hogy furán működik egy kicsit. Szerintem a Martalócok hígján fogunk átmenni. Ez a Reardon... Isten... Szóval ez a Reardon ház. Itt lenne egy Witcher 2-es küldetés.
Dobra. Buckás gyepű. Aha, az lesz az a híd. Azon akartam átmenni. Amúgy átmegyünk a hídon, ha nem lesz majd kombat. És akkor meditálunk egyet. Mindegy. Néz ki, hogy erre a hídra nem lehet felmenni lóval. A lóval áthajtás tiltott. Szerencsére nélkülem fel tud jönni. Fel tudott jönni. Ja, a kutyánkok. Éjszaknak kell mennünk, Keszeg. Láttam még ilyen szönyfészkeket is. Tök jó lenne, hogyha azt tudnám mondani Keszegnek, hogy bár nem is Keszegnek. Itt valami durva katasztrófa történt, srácok. Nem volt meg a fának az alja. Szóval azt akartam mondani, hogy tökön lenne, hogyha meg tudnám mondani Witchernek, hogy... Witchernek? Keszegnek, hogy itt is. Itt is. Lebegő fák. Hogy így ne mutassa már ennyire a földet a kamera automatikusan, hanem hogy így lássam az eget is. Most is így olyan hülyén állítja be a kamerát. Lehet, hogy erre is kéne néznem valahogy valami módot, mert nagyon frusztráló. Itt az lesz, hogy átmegyünk. Állításokban el tudod állítani egy távolabbi nézet a külön lovas kamerát? Aha, az lehet, hogy kell majd nekünk. Megnézem hát, ha az jó lesz. Valószínűleg amúgy nem itt van, és nem is itt van, hanem a játékmenetnél. Aha. Ez az. Gideon! Tényleg ávolabbi a kamera. Jó, de hát ez is ugyanolyan béna, hát nézzétek már. Itt igazából a kamera kezeléssel van gond. Hát megint a földet nézzük. Úgyhogy igazából mindegy, hogy melyik a kamera van beállítva. Elkezdi a földet nézni. Vérfoltos kulcs és vérfoltos dokumentum.
Volt ott egy automatikus kamera középre állítás, ha azt kikapcsolod, akkor nem hagyja úgy, ahogy volt. Megnézem mindjárt. Scott, köszi. Elállítottam a vérzést. Össze kell szednem a gondolataimat. Elmehetnék segítségért. Nem messze van egy falu. Ide hallom a kutyánk ugatását, de az emberek látnák, milyen egyenruha van rajtam. Megkérdeznénk, mi keresni valóban volt a mocsárban. Rájönnének. Elvennének mindent, talán meg is ölnének. Mégül is, ez itt velem. Egy így szevért vesztettem, talán még többet is. A hajnalra még tiszta a seb, talán túlélem. Nappal indulok. Akkor talán a folytóli lércek nem támadnak. Elásom a kincset és Novigradnak indulok. Ott biztos találok megfelelő embert, aki befoltoz. Valakit, aki nem tesz fel kérdéseket. Akit nem érdekelnek a katona szökevények. Már csak imádkoznom kell, hogy senki se találja meg a nyomokat, amiket hagytam. Hogy senki se kövesse a vérnyomokat és találja meg a kincset, de senki sem jár erre. Remélem, minden rendben lesz. A véres arany. Na ezt meg is csináljuk mindjárt. Szevasz, Konix. Na nézzük. Hát... Fejvadászkard. A véres arany. Mit írtak amúgy erről a küldetésről? Fel kéne raknom amúgy azt a modot is, hogy el lehessen rejteni questeket. Velemben nem nehéz holttestekre bukkanni, de olyanul lehet találni, akinek a keze még görcsösen szorít egy kincs lelőhelyéről szóró írományt. Na az már ritka dolog. Ezért hát Geralt úgy döntött, alaposan végigolvassa, és utána jár, milyen különös történet húzódhat meg itt a háttérben. Úgy tűnik, a sebesült Desertőr soha nem jutott el Novigradba, és nem is kért segítséget a közeli falu lakóitól. Egyedül halt meg a mocsárban, hátrahagyva a kincsét. A Witcher meggyászolta, ugyanakkor örült is a saját szerencséjének. Azt mondtátok, játékmenet. Automatikus kamera középre állítása. Aha, na nézzük. Hát, ha ez segít. Jaj, ez rossz irány. Hát a Griff és a Lord várát akarjuk. Most ez jónak tűnik amúgy. Ez most jónak tűnik. Köszi szépen. De legalábbis a lovon jónak tűnik. Aztán lehet, hogy csata közben majd rossz lesz. Hát igen, itt például ez elég furi. Itt ez nagyon furi. Au. Ez szomorú. Szóval ez jó lenne, ha ez csak a lovon működne. Ez az automatikus kamera középre állítás. Rotfiend nest. Needs to be destroyed.
Na mi van, bűzdémon? Olyan, mint hogyha tönkre ment volna most már teljesen a kardom. De a kicsit pirosban van, fú, srácok. Ja, ez még nem vészes. Jó, lesz parancsa a piros kardra, és akkor ki tudjátok élvezni. Ki tudjátok élvezni? Főleg Tekonix. Vagy piros kard. Vagy lehet írogatni. Mi a helyzet a piros kardra? Piros kard? Pont leszarja a Jánter. Majd ha 0%-os lesz, akkor érdekli. Nincs rá lehetőség a billentyűzet kiosztásra, hogy ki bekapcsolod? Nem tudom, én kontrollára nyomom. Go. Na. Gyorsan nyomunk egy mentést. Surface here, dig their way out. Szörnyű tojás. Hát ez elég király volt, nem is figyeltem. Nem is figyeltem, hogy itt a szekérből kiesett ládát érdemes lehet lootolni. Na hát most nem maradt hátra, mint a más, mint a küldink. A Lord Várának átkutatása. És utána pedig a Griffsetnek a lecraftolása. Hát itt sokan vannak. Hinhold. Come on. Na hát ennek elég hosszú farka volt. Jézusom. Ilyen Andrena. Köszi szépen. Ó, de király muzsikára váltottunk közben.
Nilfgaardi őrkesztyű. El fogjuk bírni ezt a sok mindent? Hát, bízom bennem. En nog mab ted mork. A könyv összeége csak pár oldala maradt épp. Ivis. Ennyi. Ezt nem tudom nektek lefordítani, sorry. Hát ezt a pókálót le lehet majd égetni. Hogy lehet modokat leszedni a játékhoz? A legegyszerűbben úgy, hogy felteszed a Vortex nevezetű alkalmazást, amit a Nexus mod oldaláról töltesz le, és a modok pedig a Nexus mod oldalán vannak. És a mod manager, a Vortex, az így konkrétan megoldja neked. Feltelepíti neked a modot, csak pár kattintást kell nyomni utána. Persze lehet azt is csinálni, hogy fájlokat másolgatsz mappákból, de hát az... Az szerintem nem a legkényelmesebb. Szemét. Na hát, hogyha ezt le tudtam volna rakni, el tudtam volna kasztolni, akkor ezek a hárpiák sokkal gyorsabban meghalnak. Én nem tudom, hogy ő mit lát. Ah, ott van. A Nexus modon egyébként nem csak Witcher modolás van, hanem sok más. Úgyhogy az ilyen legit oldal. A Nexus mod. Persze, ha nem akarsz alkalmazást használni, akkor használhatod azt, hogy fájlokat másolgatsz ide-oda, de... Kinek mi? Egyszerűbb. Szörny szív, szörny sűrít és szörny kipufog. Ezt meggyújtjuk már. Meg ezt is jól nézzen ki. Kár, hogy nem számít. Nem, amúgy nem kell, hogy nem számít, mert lényegtelen. Gyanítom, ennek most semmi értelme nem volt. De megmásztuk. Acél griffkard és balsztik levele. Na, akkor róla beszéltek. Mint bés. Az istenek mosolyogjanak rád és rám húgi. Arra kérlek, olvasd ezt el figyelmesen, mert fontos a mondandóm. Miután ezt a levelet készhez kapott Sieske Kramerhez Mariborba, mondd meg neki, hogy van néhány első osztályú felszerelési tárgyunk és Witcher kardábránk eladásra. Igen, szinte látom, hogy a fejedet, vagy inkább a seggedet vakarod, és azt kérdezed, jól értettem? De még mennyire? A szerencsém egy olyan Witcher mellé sodolt, aki fél lábbal már a sírba volt, és nem sok hiányzott, hogy a másik is oda kerüljön. Ültem ott, és néztem, ahogy szenved a szerencsétlen, és mondtam magamnak. Neki úgyse lesz szüksége ezekre a holmikra és a papírokra ott, ahová megy, mi viszont megcsinálhatjuk a szerencsénket az üzleti világban.
Ha sikerül jól, Aaron túladni rajtuk. Jó, hallom a sóhajtozás, de hagyd fel velem. Nem vettem el mindent, sőt, senki nem is fogja észrevenni, hogy bárminek lába kelt. A szomorú az, hogy ez a Witcher derékember. Először segített a bárónak megölni a világító torony rejtélyét, ami zátonyra vezette a hajókat. Aztán megölte a sárkányt, ami a parasztokat pusztította. A gond az, hogy a sárkány nem könnyű zsákmány, és a mi bátor hősünk komoly sebeket kapott. Egész biztos, hogy nem éri túl, és amint sírba teszik a görbe domb alján, indulok hozzád. Jut eszembe. Kíváncsi vagyok, hogy akarják a kriptába tenni. Úgy élik, egy vámpér tanyázik ott. Utóirat. Pár flaskát is elemeltem a Witcher-től, de mivel a tartalmuk úgy se állna el, míg hazaérek, muszáj lesz megkóstolni a Witcher mólét. Talán azokért is kaphatunk egy keveset. Csókolod a balsztik. Szóval ivott a Witcher itókából, hát ez jó ötlet, ugye? Az mindig jó ötlet. Egy kis Witcher italba belekóstolni. George Witcher vallomása. Alulírott. Kakeni George, főfoglalkozású Witcher, a következőket adom elő. Velemben járva idézést kaptam, hogy tegyek szakértői vallomást a vádlott Lufildi Bartoszlav ügyében. A fent nevezett Bartoszlavot azzal vádolják, hogy hajóroncsokat fosztogatott az őrizetére bízott világító torony közelében. A világító torony megtévesztő jelzései miatt számos hajó járt szerencsétlenül a partszakaszon, amiért a toronyőrt tereli a felelősség. A tárgyalás során Bartoszlav előadta, hogy lelkiismeretesen látta el a feladatait, a baleseteket pedig élidércek család fénykibocsátása okozta. A terület átvizsgálása nyomán akként tanúskodom, hogy élidércek jelenlétére és tevékenységére utaló nyomokat nem találtam. Nem leltem továbbá délidércek, manunok és erinfek vagy más légiesek kísértetek nyomát sem. Miknek szokása a megfáradt szárazföldi vagy tengeri utazókat derengésükkel tévútra csalni. Feltártam azonban a katasztrófák valódi okát. Azokat nem a vádlott által hibáztatott élidércek, s nem is a toronyőr mulasztásai idézték elő. Helyi csavargók gyújtogattak tüzet a hegyen éjjelente, hogy a zátonyokon megtört gerincű hajókat utóbb kedvükre kifoszthassák. Bartoszlav fia vezette nyomukra, ki a család tüzeik hamuját nekem megmutatta. Állítom, s tanúsítom tehát, hogy a toronyőr, Lufildi Bartoszlav, a terhére rót bűnökben nem vétkes, ezért csak szabadon bocsátandó. Alázatosan kérem tovább az ítészeket, hogy a toronyőrt és a családját vegyék oltalmukban, miután a Bartoszlav fia által mondottak nyomán alappal feltételezhető, hogy egyesek megkísérelnek rajtuk bosszút állni. Én magam a család oltalmazója nem lehetek, mivel megbízás kötelez a körbedom tetején tanyázó sárkány mielőbbi felelésére és elírtására. Aláírta Kageni George Witcher. Lejegyezte Vincenzo Stockmarshall, királyi prefektúra Gorsvelen. Hát még egy küldetésünk kész, srácok. Ítész. Az ítész a kritikus. Szevasz, szárány, szevasztok, srácok. Hát jó lepukkant volt ez a vár. Na. A jó hír, srácok, hogy most elmehetünk lecraftoltatni a felszerelésünket. Na tessék, ott is lett új hirdető táblánk, meg ott is Oretonban. Gyanús. Most ott vagyunk kint holdon, aha. Örök tűzkápolna. Hát a Hattori még nincsen megcsinálva. Úgyhogy lehet, hogy célszerű lenne oda elmenni. Hey, yeah. Hey now.
ezek a hídak. Hát úgy néz ki, hogy néha ugratni kell eszeggel, hogy így átmenjen az akadályokon. Jó, ez jól nézett ki. Például hidakra nem tudunk felmenni. Úgy néz ki, hogy hidakra nem tudunk felmenni eszeggel. És se tudtál itt átmenni? Hello. Zsák utca, azt hiszem ez Zsák utca, igen. Faster. Ez a pánik? Hát mindenki az út közepén áll. Nem engedik el a lovas embereket. Úgy néz ki, hogy rossz fele jöttünk el. Faster. Stay out of my way. Stop fuck. Nem is jó fele megyünk, na mindegy. Amúgy nem mindegy, mert ott nem tudom, hogy van olyan, aki tud nekünk kovácsolni. Valószínűleg amúgy lenne. Direkt jöttünk ide, mert itt egy szörnyfészek. Amúgy igen. Rotfiend nest. Needs to be destroyed. Jó, leteszünk még egyet. Sejtettem. You have returned. Wow! Hát miért damolt ránk az éhín? Fejünk egy fecskét. Szóval köszi szépen Szenzor a fél évet. Srácok, veregjenek a szvegek Szenzornak. Köszi szépen a támogatásodat. És gratulál az újabb badge-edhez. Azok is tudják pergetni a szvegeket, egyébként akik nem feliratkozók. Na, most kell nyomnunk egy F-ötöt. Take it easy. Ez egy villásfarkú lesz amúgy? Let's dance. Nem, ez egy wyvern.
Amúgy kellene egy mod, amivel odén mozgatod a jelzőt, és akkor betennéd oda, ahol a kamera van. Mi? Szóval értem. Mindenre is kell egy mod. Hosszú karom. Ez ilyen izé? Trónok harcás utalás? Ugye megnézzük, hogy néz ki. Írden jelenlőség, hát akkor ezt be is tesszük azonnal. Wow! Ja, hogy a piros kard. Jól néz ki. Most valami van? Mire gondolsz, hogy most valami van? Most éppen nézem a kardot, hogy mi ez a kard. Így van. A mormontok kardja. Azt a rohadt. Azt figyeld. Addan Dej. Ezüst kard. És elfedett Velen kard. Na nézzük már meg ezt, hogy néz ki. Vagy egy csomó jó fejvadász, ez is például jól néz ki. Hát elég egyszerű. Avatar kibeszélő, lecsúsztál? Ah, bár ez inkább csak ilyen avatar említő volt. Jó volt, tetszett. A HFR az. Nem tetszett, de nem a HFR nem tetszett, hanem az, ahogy itt megoldották. Meg sok volt nekem a 3 óra, de amúgy így megértem, hogy miért volt 3 óra. Csak nekem sok volt. Na, szóval Irden jelerősség, az nekem tetszik, úgyhogy azt hozzuk. 5%, szóval az is több, mint a semmi. Na. Mehetünk tovább. Nyomunk egy mentést. Go, go. Ja, értem. Hát ez vicces. Hát így meg pláne vicces. Ez így pláne vicces. Jó. Azt hittem, hogy beszoroltunk örökre. Örökre! Ez ugye pont annál a várnál van, ahonnan eljöttünk. Ha most ez egy Assassin's Creed lenne, akkor már is itt lenne valaki a vízbe, hogy Master Witcher! És rögtön elvinnének minket a következő helyszínre, ahova akarok menni. Vagy elvehetném tőlük a hajójukat. Master Witcher! Jaj. Az a cél egyébként, hogy most még így lecraftoljuk a grief setet, azt csumi. Persze lehetne még csinálni questeket, megnézzük, hogy még mennyi fér bele. Na, gyerek, eszeg. Szevasz, coolers. Hát ezt nem lehet itt... Ezt egyszerűen nem lehet csak így itt hagyni. Legyen itt bármilyen ellenfél. Egy 18-as vízibanya is. Még jó, hogy lehajoltunk. Nem, ez egy mocsári bula. Konkrétan egy bula.
Mi van, Bula? Mi van veled? Bula? Mutasd, mit van. Bula. Hoppá! Gyűrött feljegyzés. Mindig mondom, hogy Pézsma okos kutyám. Több szót ért, mint jó néhány ember. Megcsinál mindenféle kunstot. Ül, bukfencezik és adsz neki egy darab szalonnát, még pacsit is ad. De ma... Hát ma meg... Ma még saját magán is túltat. Kinézek. Hát ott jön Pézsma. Lohol a mezőről és hoz valamit a szájában. Gondoltam magamba. De hát nyúl lesz az? Akkor csinálok egy jó ragot a bundáját, meg eladom? De nem. Egy zsák volt. Az egészet vér borította. Nem csoda hát, ha kiszagolta. Belenéztem, volt benne egy kulcs. Kicsi, cirádás és díszes. Mint valami szerencének vagy ládikának a kulcsa. Gondoltam is magamban. Tán kincs van elrejtel valahol, ahol passzol ez a kulcs. Ahhoz passzol ez a kulcs? Nosza rajta, neki indultam, hogy meglássam, mit találok. Ha megtalálom, Melitére esküszöm, Pizsma egész életében csak borjúhúst kap enni. A vén a zsákon viszont aggasztott egy cseppet. De vittem magammal egy vaskos, furkos botot, így ha valaki kiugrik a bokorból, azt jól elagyabugyálom. Csak egyszer élsz, szóval érdemes néha kockáztatni, én mindig azt mondom. Na, Loredor, ezt nem vettem észre. Ez nekem nem tűnt fel. Harci zsákmány. Na, mindjárt nézzük, srácok. De tőlem az üzenetet, hogyha valaki esetleg spoilernek tartaná. Azt mondja, hogy kell nekünk egy ilyen. Mi? Ez volt a quest. Ez volt a quest, srácok. De hát én még el sem olvastam. Geralt egy megcsonkított holttestet talált, akinél valamiféle feljegyzés volt. A véreztette a papíron még nem mosódott el teljesen az írás, amitől a Witcher csak még kíváncsibb lett a tartalmára. Na nézzük. Lehet, hogy Pézsma okos kutya, de a gazdája már nem állt kétszer sorban, mikor az észt osztogatták, és a buzogánya sem vált igazán a hasznára. Geralt kardja ezzel szemben remekül teljesített, megtisztította az elrejtett kincs helyét, majd nem kis megelégedéssel magával vitte a talált értékeket. Szép volt, Geralt. Szép volt. Na most már szerintem teljesen tönkrement egyébként a kardunk. Igen, most már 0%. De még mindig tudtunk vele sebezni, úgyhogy igazából az, hogy 0%, csak annyi, hogy 30-szal kevesebbet sebzünk. Tehát, hogy így még működik. És ha még működik, az azt jelenti, hogy majd ha valami nagy fájt lesz, akkor javítatom meg. Még az új bankkártyán. Hoppá. Remélem egy platinum trófea van a kártyádon. Legalább egy, Pullers. Amúgy az kellett volna? Amúgy nem drága rárakatni egy grafikát a kártyára. Tudják a magnál, ki vagyok. Basszus, ott van egy kereskedő. Mézes csupor.
Ja, mondjuk ő a vándorló boltos, ő velem már szerintem beszéltünk. Ja. Wouldn't mind a... Ja. Farewell. A bor drágább, a szajha még drágább. Szegény. Micsoda problémák. Köszi szépen amúgy a követéseket, srácok. Érezzétek jól magatokat. Megbízás a vadon, uram. Igazából nem akarok questet felvenni, én csak annyit akarok, hogy mindenkit kifosztok, nem, amúgy nem. Amúgy megint rossz fele megyünk, hát ez egyszerűen hihetetlen, srácok. Ez egyszerűen hihetetlen. Hát konkrétan átjöttünk ide, itt mentünk erre, és elkezdtem követni a pötty-pötty-pöttyöt, holott oda kellett volna mennem. Ez hihetetlen, srácok. Jó, és akkor amúgy ezen a helyen meg már voltunk. Welcome. Ja. So long. Franc, vinni el. Én csak a GPS követem, a GPS meg ugye csak a főküldet mutatja. Go. Most jó lesz visszamenni. Talán itt át fogunk tudni szaladni? Mintha itt jöttünk volna. Aha, itt jöttünk át. De keszeg, ne állj már meg! Mehetünk amúgy gyorsabban is. Szevasz, és mennyire éri meg megvenni a Ragnarök után ezt? Igazából azon kívül, hogy open world és egy hőst irányítasz mindkettőben. Ebben több a tartalom. Több a tartalom, mint a Ragnarökben. Nem tudom amúgy. Nekem nagyon tetszett a... Szóval. Szóval nekem nagyon tetszett a Witcher anno, és azok után nyomtam a God of War-t, meg a Ragnarököt is, és nem bántam meg. De amúgy annyira nem hasonlítanak. Hát jaj, nagyon olcsó ez a játék, ahhoz képest, hogy mennyi tartalom van benne. És hogy még mennyire megállja a helyét, főleg így a Next Gen Update-tel grafikában. Olvastam tegnap, hogy a régiben volt egy olyan bug, hogy egy bajtos úgy kezdte a mondatait, hogy itt vannak a világ legjobb kardja, és nem is lehetett tőle kardot venni, és ezt megkijavították. Basszus! Oxenfurti kikötő. Na. Szeretném már elkészíteni nekem valamit. You're in luck. I actually do have a special order for you.
Oh, that's fantastic. Mark my words, you'll be satisfied. Na, Griff csizma például 108-ba kerül. Ugye most már csak ennek a fejlesztései kellenek. Aztán Griff kesszyű. Most lesz a szívás, mert most már elfogytak az alapok. Például vásárolni kell egy inget. Ugye? Ez még nem is volt igazán szívás. Jó. Mert ez még olcsó volt. Aha, és itt lesz a következő. 18-as szinten már meg tudjuk csinálni a hatékonyabb griff páncélt. És most jön a nadrág, a griff nadrág. Itt hiányzik nekünk egy bőrdarab. Jó, és hogyha ezzel is megvagyunk, akkor kell keresnünk egy olyan mi az kovácsot, aki lekraftolja nekünk a kardot. Na. Srácok. Geralt most így néz ki. És most cserélünk. Nem a legmenőbb. Olyan, mint hogyha egy dagadt Geralt lenne. Szóval kell keresnünk egy kovácsot. Kell keresnünk egy kovácsot, aputestű Geralt, így van. Egy olyan kovácsot kell keresnünk, aki kardot craftol, az pedig Harsvölgyben van, ez biztos. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy még ezt csináljuk meg. Szóval nem néz ki a legjobban amúgy. Van még egy kovács? Az a kovács, aki itt van mellettünk, ő lekraftolhatja, azt mondod? Megnézhetjük. Azt mondja, hogy... Hogy nem tudom most így hirtelen, hogy hol van. Én amúgy csak ezt jelöltem be. És nekem nem jelöl mást. Egyébként. Hú, amúgy nagyon jó, hogy itt vagyunk. Oxenfordban nem kell küldi sorozatot megcsinálni, az Novigrad, nem? De hogy ne menjünk ennyire előre, srácok, ne menjünk ennyi bele abba, hogy mi lehetne. Az kell, ami van, és itt nincsen. Másik. Igen. Hogy itt Oxenfordban én csak ezt az egyet láttam. És amit bejelöltem, ott meg nem volt másik. Sajna. Choked to death on 3 pounds of steel. Got a pass. You don't need a pass.
Na végre. Itt van pár kérdőjel, ez nem tudom mennyi idő lesz, srácok. Megpróbálom amúgy ezeket gyorsan eltüntetni. Itt három van egy rakásom. És akkor utána a hársvölgyi kovács, aki fegyverekkel foglalkozik, az meg tudja nekünk csinálni az acél griff kardot. Szemétje. Hát ő beleszaladt a kardunkba. Ő beleszaladt. Gerált milyen kis büszke volt. Milyen büszke volt Gerált. Gondoltam, hogy vele már beszéltünk. Kár, hogy ide nem raktak be új vendorokat. Na, mielőtt még éjszaknak indulnék, nem szabad. Itt vannak a kérdőjelek. Given me no choice. Ja, hogy itt kettő szörnyfészek van egymáson. Ghoul nest. Ought to just destroy it. Hát ez biztos, hogy több mint 100 óra lesz is, tag. Azzal számoltam. Ghoul nest. Ought to just destroy it. Én csak ezt akartam lerakni, na mindegy. Most már megyünk tovább, nem ölünk többbe. Volt. Na, most már... Jó, ott van a hársvölgy. Bejelöljük szépen. Hát most járunk amúgy 17%-nál, úgyhogy mindent összevetve, tehát hogy a DLC-stől, Hearts of Stone-ostól, meg Blood and Wine-ostól
17% jelenleg a játék. És ugye ebben a 17%-ban nincs benne semmilyen ilyen kincs, meg ezek. És most melyiket kell ölni? Banditát vagy a verőembert? Ja, látom. Azt mondja, miért vennéd meg holnap, hogyha ma is megveheted? Thank you, Witcher. Where would I be without you? Your guards ran off. Louts didn't get the chance, thank the gods. It's them you cut down. Waited until we passed the last settlement, then attacked. And to think, I made sure the scoundrels were well armed. We stood no chance against them. Felfegyverezte a verő embereit. Sose bízz egy zsoldosban. Mi dolgod velem, bám? Why did you come all the way to Velen? Not many to sell to around here. Well, there's the Baron. Perhaps you've heard of him. Worth the journey just to sell to him? We'd never have set course for these gods forsaken lands if it wasn't. And we've not much competition. That's the upside. Thank you. Please, this was to be theirs at our destination. Now it's yours. 97%-a járt? Zártad? Nekem se lesz 100%. Nekem se lesz 100%. Amiatt, mert ugye nem tudtam, hogy a Witcher 2-es mentést kell importálni, vagy bizonyos Witcher 2-es mentést kell importálni. Illetve Sárinak a questjét kiadtam, de az úgy voltam, hogy az a mission nem is érdekel. Egy végigjátszása meg lehet-e szerezni a 100-at? Hát kiderül most. Kiderül most. Eddig úgy néz ki, hogy... Eddig úgy néz ki amúgy, hogy meg lehet csinálni mindent. Bár van egy elég érdekes quest. Van egy elég érdekes quest. Át kell menni Skellige-re. És ott beszélni kell valakivel, mielőtt még a véres báró egyik veszélyt lezárnám. Az nagyon fura. Van egy olyan fura. Egy nagyon mini quest. Gyakorlatilag egy olyan quest, ahol egy mondatot mondanak. Vagy kettőt. Azt se szereztem meg. Hát akinek nagyon nem megy a Gwent, és még a nehézség állítás sem segít, annak ott van a izé. Van egy mod, amivel minden Gwentes quest megcsinálódik, úgymond. Trusty arms for all sorts, steel swords and strong maces for the menfolk, and grave knuckle dusters for the ladies. Ja, különböző befejezések miatt? Ja, hát igen, igen. De az... azokat leszámítva lehet 100%-olni. Like you to craft something for me. Na. Acélfegyver kell nekünk. Ez most hol van? Azt most ez hol van, srácok? Ő nem tudja lecraftolni. Salam. Ő nem tudja lecraftolni. Trusty arms for all. Hát azért jöttem ide hozzá, mert tudtam, hogy ő le tud craftolni Witcher cuccot, de nem, nincs itt. Egyszerűen nincs itt. Aha. Ja, hát ő nem tudja. Iparos kovács kell neki. Jó. Akkor ez szíves. Na mindjárt megnézem, hogy hova kell akkor mennünk. Salam. Szóval.
nem, a kovácsokat nem lehet fejleszteni. Azt mondják, hogy Oxenfurt east side of the town. Ja, akkor... Amúgy valaki azt írja, hogy Velenbe is le lehet kraftoltatni. De szerintem a veleni kraftolás az így még számunkra nem elérhető. Tehát oda is kell egy bizonyos dolgot teljesíteni, de megnézhetjük. Hey there. Még egy takarodjatok, Witcherek, csak bajt hoztok a falura. You deaf? Be gone, you blasted. Takarodj, moskos mutáns. Where's all this hate for witches coming from? Well, I'll tell you where. Egyiktek ide jön össze. Telezabálja magát, amíg átgondolja a dolgokat. What's your price? I asked. He said he wanted no coin. Nem köl pénz, mert látja, hogy semmink sincs. Rettenetesen nemes tőlem. Awfully noble of him. Thought so too, at first. Said for pay he'd take something I had but did not yet know about. Then he left. And here the doors swung shut behind him. My lass started wailing. What's these tears, I asked. Oh, I can't bear it, she says. I'll kill the horse and... Go on. Fool girl wept that some beast was gonna kill the witcher dead. Ye howling for a mutant, I said. Then she told me, bugger had bewitched her with his evil eye, seduced her. A lányának lesz egy gyereke a Witcherben. Azt mondta. A Witcherek meddők. If he's really a witcher, you don't have a thing to worry about. We can't sire children. Thank the gods any more of yous and we'd be lost. But this one he beguiled me dog. Elcsábította a lágyomat és meggyalázta a saját hajlékomba. Tell me where he is. Mondd el, hol van és elintézem neked. Cemetery. Went there to a temetőbe. Hope the corpse enter guts that fornicated freak. Oda nem megyünk, hát ott vannak a szobrok, srácok. Az Álvicser. Ez amúgy jó quest. Az Álvicser. Go, go. Na, srácok, ha most a bárónál se lesz jó kovácsunk, akkor gyors utazni fogok. Akkor bizony gyors utazni fogunk. Vagy Oxenfurtba, vagy Velenbe. Velenbe? Novigradba. Amúgy én hova megyek? Hát így meg pláne gyors utazni fogunk, hogyha még rossz fele is megyek. Ja, elmegyünk oda a sárkány öröbb barlangjához. Milyen jó, hogy menet közben van egy kérdőjel. Majd az úton megyünk, hát ha nem találkozunk a kérdőjele. Most már nem akarok. Most már csak a kardot akarom lekraftolni, és ennyi. Maci Laci! Jó reggelt! Lalaj! Aztán, hát ez a Maci aztán nagyon védte itt a Skellige-i posztóvért. Fett loot. Nagyon fett. A fekete ági kardkovács jó lehet? Na, azt is megnézhetjük.
Show me what you got. Mutasd mit van. Na. Na. De nincs kombat. Na, akkor elmegyünk fekete ágba. Győzd le az NEK-kat. Azok tudjátok, hogy mik az NEK-k, remélem. Hiszen mindenki tudja, hogy mi az NEK. Na nézzük. Jó. Most mi van? Watch nem engedi, hogy beszéljek velem. A ninják, az adó ellenőrök. Michael Jackson. Igen. A nem játékos karakterek. Oké, hát akkor legyen dél. Izé, Szabin van a Kovács, vagy most mi van? Hé, hey, de hát nem is volt ott! Nem engedi, hogy beszéljek vele. Én tudtam ezzel az NPC-vel beszélni, de most már nem megy. Én csak annyit kértem, hogy hadd craftolhassam le az acélvicser kardomat. Az üzletben? Nem mehetünk. Hát de az előbb meditáltunk. Na tessék. Na. Tessék. Nem küldetése jelenítette meg a párbeszéd, srácok, én vele már beszéltem. Na, most nem, nem püfölé. Na végre. Got this diagram. Think you can forge the weapon? Ő se jó. Nézd meg, nyomjátok a fake infót, srácok. Hát ez nem szép dolog. Ez nem szép dolog. So long. Ha valamiben nem vagytok biztosak amúgy, nyugodtan. Nyugodtan odaírhatjátok, hogy nem biztos, de ne írjatok infókat úgy, hogy amúgy nem is úgy van. Please. Na. Na, nekem az kell, kell egy lista a weaponsmith-ekről. Páncélkovás kellene, tehát most mondtam, hogy leszeretném craftolni az acél griff kardomat. Vagy ez nem lehetett hallani? Amúgy. Na, Journeyman, na, megvan. Megvan, srácok. Vele még nem találkoztunk, vele még nem beszéltünk. Oda kell menni, oda. Itt van, ő itt van, és oda kell mennem, jó. De király muzsika. Hihetetlen.
hihetetlen. Miért írtok a chatre, tehát hogyha nem figyelitek a végigjátszást, akkor miért írtok a chatre olyan dolgokat, ami nekem nincsen? Nem értem. Én nem értem, komolyan nem értem. Nem értelek titeket, srácok. Show me what you got on offer. Na, ott van, el se hiszem. Vennünk kell bőrdarabot. És megvan az acél gívkardunk. És lehetne nála gwintezni, de most nem tesszük. Itt mentjük el, és akkor vele gwintezünk majd legközelebb. De, legalább srácok, sikerült, megvan. Megvan, sikerült. Jelerősség 5%. Bónusz tapasztalati pont emberekért. Felfegyverzett és veszélyes. Még achievementet is kaptam érte. Azért nekem is úgy, hogy ő magasabb szintű. Általában aki városban van, az jobb. És minél későbbi városban vagy, annál nagyobb szintű a kovács. Amúgy nem tudom, hol lehet megnézni, hogy milyen szintű kovács. Tehát, hogy ide jomok. Show me. És nem tudom, hogy hol írja ki a... Ott van, és csak iparos kovács. Ott írja jobb oldalt, hogy ő iparos kovács, azért tud több mindent craftolni. Farewell. A csávó, aki elküldött minket Hattorihoz, ő ugye a legalapabb fegyverkovács, azért mentünk hozzá. Ja, én sem figyeltem amúgy ezt eddig. Na, hát meg vagyunk, srácok. Megvan a griff felszerelésünk. Itt van az ezüst kardunk. És itt pedig az acél kardunk. Tetszik amúgy, ahogy kinéz. És ott van egy griff a végén, akkor az acél kard végébe. Az ezüst kard végébe pedig ott vannak a fejek. Kicsit ilyen dagi ez a ruci. De ez az a ruci, ami hogyha majd nagymesteri szintre lép, ergo, ha majd eljutunk a Blood and Wine-os területre, és ott összeszedjük a nagymesteri szetet, a tervrajzokat, és lecraftoljuk, akkor meg lesznek a set bónuszok, és sokkal jobb lesz az Irden. Bizony. 40%-kal nagyobb lesz az Irdenünk. És megnő az állóképesség regeneráció. Illetve a jel intenzitás 100%-kal, és 20%-kal kevesebbet csapnak ránk. Jaj, ennek nagyon örülök, srácok. Ma is haladtunk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a 3-3 és fél óra vicserezés. Én rendkívül élveztem, és köszönöm szépen a segítséget így a stream alatt. A következő Witcher streamre megpróbálok nektek felkészülni azzal, hogy összeszedek valami módlistát, és ez látható lesz mind a VOD alatt a leírásban, illetve lesznek parancsok, és hogyha valaki esetleg kérdezi, hogy ez milyen nehézség, ez milyen build, ez a next update, illetve milyen, hol tartunk a játékban, akkor ezekre lehet majd válaszolni, meg ilyen meg lehet segíteni bizonyos parancsokkal, vagy egy parancsal, nem tudom még. Megpróbálok ezzel kapcsolatban segíteni nektek, meg magamnak is, hogyha esetleg valaki érdeklődne, akkor ne kelljen 8 milliószor ezt a dolgot elmondanom. Ja. Úgyhogy srácok, ez szuper volt, ez nagyon szuper volt. Ja, és ez egy különleges stream abból a szempontból, hogy nem, szerintem
Szerintem ez az egyetlen olyan játék, aminél kivételt tettem, mint játék, hogy nem családbarát a stream, míg vicserezünk. Ki lehetne pinálni a chat tetejére ezeket a fontos infókat? Lehetne, ha lehetne ilyeneket csinálni, aha. Jajajajó. Ilyeneket lehetne bizony.